Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió szerdai híradóját látják. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. Elsőbségadás a szirénázó járműveknek, a tapasztalatok szerint a közlekedők nem mindig tartják be a szabályt. Ne etessük a vízimadarakat, felesleges és veszélyes is az állatokra nézve. Meteorológiai mérések a Kuruc-dombon, az 1700-as évek óta működik a meteorológiai állomás. A KRESZ egyértelműen előírja, hogy a megkülönböztető jelzést használó járműveknek minden esetben szabad utat kell biztosítani. A mentők, rendőrök, tűzoltók gyakran úgy tapasztalják, hogy a közlekedőknek egyáltalán nem megy könnyen az elsőbség megadása. A soproni katasztrófavédelem vezetője gyakorlati tanácsokkal segíti a közlekedőket. Ezeket a képsorokat a katasztrófavédelem készítette megelőzés céljából. A KRESZ szabályozása szerint a szirénázó járműveket előzni tilos. Ugyanakkor a megkülönböztető jelzést használó járművek vezetői gyakran úgy tapasztalják, hogy a közlekedőknek egyáltalán nem megy könnyen az elsőbség megadása. Ha a tűzoltógépjárművekről beszélünk, ezeknek a megkülönböztető jelzéseiről, akkor gyakorlatilag a nagy tűzoltó gépjárművek el vannak látva olyan szintű szemmagasságban elhelyezett kék lámpák alatt, vizuálisan is lehet észlelni, illetve nagyon erős a szirénájuk is. Nagyon sokan hallgatják a zenét az autójukban, tehát ez az első dolog, amit tudok ajánlani, hogy viszonylagosan egy közepes hangerőre állítsuk az autónkban lévő rádiót, vagy éppen magnót, vagy zenelejátszót, mert különben nem halljuk meg a szirénákat. A másik nagyon fontos dolog talán, amit így alapelvként el lehet mondani, hogy helyet kell biztosítani. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gépjárműveknek a közlekedési szituációhoz képest helyet kell biztosítani a továbbhaladás tekintetében. Erről, ami készült, vagy korábban említett filmet, számos szituációt tartalmaz, helyes, helytelen megoldásokat is, hogy pontosan mit kell tennünk. Ha valahol szirénázó jármű hangját észleljük, akkor összehangoltan kell cselekedni a többi közlekedővel, hiszen csak így lehet biztosítani a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrök zavartala haladását. Akár körforgalomban, akár egy közlekedési kereszteződésben vegyék fel a szemkontaktust a gépjármű vezetők egymással, és valami módon biztosítsák az elsőbséget a megkülönböztető jelzésekkel haladó gépjárműveknek. Megint visszautal kicsit erre a filmre, amit esetleg láthattak, hogy például nem mindig az a jó megoldás, ha félreállunk. Lehet, hogy egy M85-ös felhajtóján a gyorsítanunk kell, hogy helyet tudjunk biztosítani. Nagyon fontos dolog, ha már itt az M85-öst említettem, hogy a felhajtókon nem tudunk félreállni, mert egysávosak ezek a felhajtók, lehajtók, hogy gyorsítania kell az autósoknak, illetve a kétsávos gyorsforgalmi úton jobbra-balra kell lehúzódni egy-egy baleset esetén, ugye a KRESZ is ezt tartalmazza. Nem csupán az úttesten közlekedőknek van felelőssége egy megkülönböztető jelzést használó jármű közlekedése esetén, hanem a gyalogosoknak is. Ilyenkor hiába mutat zöldet a jelzőlámpa, nem szabad áthaladni a zebrán. A vízimadarak etetésének mellőzésére szólítja fel a vízpart mellett tartózkodókat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az MMR részletezte, hogy az etetés veszélybe sodorja, megbetegíti, és akár az állatok pusztulásához is vezethet. Zavartalanul tollászkodnak, legelésznek a parton és úsznak a vízben a tőkés récék az Ibolyatta vona Jereván lakótelepen. Szerdán délelőtt senki sem etette őket, ami örvendetes, hiszen a tapasztalatok alapján az alapvetően jó szándékú emberek nincsenek tudatában annak, hogy a vízimadarak etetése felesleges, különösen nyáron, amikor korlátlanul találnak maguknak táplálékot. Etetésük ráadásul tömegesen sodorja veszélybe és betegíti meg az állatokat, ami ellen világszerte küzdenek a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek. Ha etetjük őket, ugye ez többnyire kenyérrel vagy hasonló dolgokkal történik, ez vérgyulladást okozhat nekik, tehát nem jó az emésztőrendszerüknek sem, de sorolhatnánk, még odavonza a patkányokat, hozzájárul a vizeknek a eutrofizációjához, a szerves anyag termeléséhez, ez mind-mind negatívan hat. Ráadásul a fiatal madarak is, ugye a fiókák, akik itt keltek ki a tavon, rászoknak erre,
náluk is egy még pontosan nem tisztázott mechanizmus, egy olyan anyagforgalmi betegség alakul, amit angyalszárnybetegségnek neveznek, tehát a evezőtollaik nem rendes irányba fejlődnek, hanem ilyen furcsán állnak, tehát mint az angyalszárny, erről kapta a nevét, viszont repülni nem tudnak. Tehát ezekből az okokból senki nem javasolja vagy tanácsolja az utóbbi években, évtizedekben a vízimadaraknak az etetését. Az etetett vízimadarak rászoknak arra, hogy kapnak ételt, és ha megjelenik egy ember a parton, rögtön oda csoportosulnak. A horgászok ezt nem igen szeretik, amikor ott a zsinórjaik körül sertepert élnek a kacsák meg a hattyúk, beakadnak a szerelékekbe, elszakítják, vonszolják maguk után. Ugye a Balatonon rendszeresen bejelentések vannak erről, hogy mindenféle damil van a lábukra akadva, akkor gyakrabban fordulhat elő így, hogy benyelik azt a horgot, szereléket, amit a horgászok bedobnak, hiszen ezt a fajta élelmet keresik ezek a madarak. Tehát a legjobb, hogyha hagyjuk őket, és nem etetünk semmivel. De amikor például télen, amikor ilyen csoportosulások vannak, ugye akkor az embereknek még jobb, tehát még nagyobb ingerenciája van arra, hogy etessük szegény madarakat télen. Ez sem jó, mert ha esetleg abban marad az etetés, egy hirtelen fagy bekövetkeztével a sok madár, előfordult már is, hogy befagytak a vízbe, tehát nem jó télen egy csoportba kényszeríteni, csoportosítani a madarakat. Azon kívül, hogyha egy kupacban van, ugye nagyon sok madár sűrűn, ez egymás között is növeli az agressziót, de akár az ember irányába is előfordultak már ilyen etetések, akkor kisgyerekeket a hattyúk néha megtámadnak. Meg kikövetelik tulajdonképpen az ennivalót a parton megjelenő embertől. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra kéri a víz mellett sétálókat, strandolókat, kirándulókat és nyaralókat, hogy sehol, semmivel, kacsaetető automatákból se tessék a vízimadarakat. Az utazási főszezonban a nyaralásokra sokan a házi kedvenceiket is magukkal viszik. Utazás előtt azonban nem árt utána nézni a szabályoknak és felkészülni az esetleges kellemetlenségekre. Az uniós szabályoknak köszönhetően az EU-n belüli utazásainkra minden nehézség nélkül magunkkal vihetjük kutyánkat, macskánkat vagy akár vadászgörényünket. A szabályok azokra az esetekre is kiterjednek, amikor a házi kedvencünkkel nem uniós országból vagy területről érkezünk be az EU-ba. Az Európai Unióban 12 hetes kor ban lehet a kutyát először veszettségelem beoltani, illetve a fölött, majd ehhez el kell tennie 21 napnak, hogy érvényessé is váljon. A kutya kölyök korában is kaphat ezt megelőzően útlevelet, csak az útlevél nem lesz érvényes. Az útlevél a beadott veszettségoltástól és az eltelt 21 nap után válik érvényessé, és ekkor válik alkalmassá az állat jogilag ahhoz, hogy utazzon az unió területén belül. Ugye arra kell figyelni, hogyha valaki uniós országon kívüli területre utazik, tehát elhagyja az Európai Uniót, akkor visszafele úton lehet probléma. Odafele úton ez nyilván, amit elmondtam, elég lesz, de visszafele úgy kell megérkezniük az Unióba, hogy előzőleg egy vérvizsgálatot csináltattak uniós akkreditált laboratóriumban, ezt Budapesten szoktuk elvégezni, ahol nem az a kérdés, hogy ugye be van-e oltva a kutya, hanem az a kérdés, hogy be volt oltva, termelte elég ellenanyagot a veszettség vakcinával szemben, és ha igen, akkor erről igazolást kell kiállítanunk, és ezt be kell vezetnünk az útlevélbe, mert visszaúton az uniós hatóságok kérik. Rengeteg kutyának és macskának problémája van az autóban utazással, ebben az esetben két probléma állhat fenn. Egyrészt kis állatunk idegessé válhat a kocsiban, esetleg a gyomra nem bírja. Erre egyébként Magyarországon is volt egy jó tabletta, amit mi most injekciósan is használunk. Ennek a tablettás verziója egyébként, ki fogom mondani a nevét, mert Magyarországon nem lehet kapni, úgy hívják, hogy Cerenia tabletta. Ez utazási betegségre van kifejlesztve, nem fog bebódulni tőle a kutya, és egy napig tart a hatása. Receptre föl szoktuk írni, és Ausztriába kiváltják. Ez, tehát a hányásról beszélek, ez a ritkább egyébként, a gyakoribb az, hogy idegeskedik a kutya. Régebben volt egy paszta, most is megvan, csak picit kezdünk leszokni a használatáról, mert ennek a beadása úgy hívják, hogy Szíleó egyébként, szilveszterkor én már annak idején említettem. Picit nehezebb beadni, nem szabad, hogy lenyelje, és ennek a cégnek, ennek a pasztának a gyártója kijött aztán egy folyadékkal. Nagyon-nagyon örültünk neki, nagyon-nagyon nagy hiánypótló volt, kutya és macska részére is egyébként. Ezeket úgy hívják, hogy Tessie és Bonket.
ezeket az állatorvosnál vagy az állatpatikában lehet kapni. Folyadékok nagyon-nagyon objektíven be lehet adni, tehát le kell, hogy nyelje az állat. Itt ugye nem szabad teli gyomorra adni, meg hűtőbe kell egyébként tárolni. Egy-másfél órával az utazás előtt kell beadni. Macskába 6-7 órát, kutyába 3-4 órát tud egyébként. Fontos kiemelni, hogy ha a nyaralás során kisállatunknak gyógyszerre van szüksége, semmi esetben ne adjunk neki embernek való készítményt. Mindenképpen konzultáljunk az állatorvosunkkal ilyen esetben. Idén is megrendezik a nyári napközis tábort Sopronban. A programot a Soproni Tankerületi Központ szervezi az önkormányzat támogatásával. A szervezők változatos programokkal várják a gyerekeket, mindenről Marek János, a Soproni Tankerületi Központ igazgatója számolt be, hét témája című műsorunkban. Mindenkinek biztosítjuk a részvételt, aki ezt igényli. Ha visszamegyünk mondjuk egy 10 éves távlatban, akkor azt mondhatjuk, hogy évről évre mindig többen veszik igénybe a nyári napközi szolgáltatásait. Én azt gondolom, hogy pont azért, mert két okból egyrészt, mert ingyenes, ezért nem kell fizetni, kivéve az étkezés. A másik pedig, hogy tartalmas, nem egyfajta gyermekmegőrzőről beszélünk itt, hanem tényleg tartalmas programokkal teli napokat töltenek el a gyermekek. Sopronban található Magyarország legrégebbi meteorológiai mérőhelye, mely a mostani változékony időjárásról is hasznos adatokat gyűjt és közöl. Városunkban az 1700-as évek eleje óta végeznek méréseket. Számos műszer segítségével dolgoznak a soproni meteorológiai állomáson. Sopronban 1717 óta végeznek méréseket. Az országban összesen 14 településen van hasonló létesítmény, melyeket az Országos Meteorológiai Szolgálat üzemeltet. A soproni állomás múltja a legrégebbi. Magyarországon elsőként Sopronban végeztek műszeres meteorológiai megfigyeléseket. Genzel János Ádám, városi főfizikus tiszti orvos kezdte ezeket a megfigyeléseket. Ő Olaszországban tanult és Olaszországban vásárolt meteorológiai mérőeszközöket. Természetesen ezek akkor még nagyon kezdetlegesek voltak, és ezeket hazahozta Sopronba, napjában többször elkezdte leolvasni, és így volt tulajdonképpen ő a magyarországi meteorológiai méréseknek, műszeres méréseknek a megindítója. A 18. század óta Sopronon belül több helyen üzemelt meteorológiai állomás. Legutóbb a Soproni Egyetem botanikus kertjében kapott helyet, majd 1974-ben költözött át a Kurucdombra. Ez egy régi szélmalom épület, tulajdonképpen funkciója már nem volt ugye a 70-es években, és a meteorológiai szolgálat döntött úgy, hogy itt a Kurucdombon, egy magaslati ponton meteorológiai megfigyelésekre kiválóan alkalmas a terület, és így alakították át meteorológiai állomássá. Az épület maga több mint 150 éves, nagyon egyedi, ugye itt a Kurucdombon ezek a hegyvidéki típusú szélmalmok találhatóak meg. Tulajdonképpen a Kárpát-medencében csak Sopronba, Pátfaluba, illetve Tésen találhatunk ilyen hegyvidéki típusú szélmalmokat, és ebből az egyik ugye a meteorológiai állomás. A helyszínen automata berendezéseken kívül manuális eszközökkel és szabad szemmel is figyelik az időjárást. Marad a jó idő, az időjárásról részletesen híradónk után hallhatnak. Ezután a hét témája című műsorunk következik, amelynek vendége Marek János, a Soproni Tankerületi Központ vezetője lesz. Majd a Közért című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió szerdai híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön a Dunántúlon túlnyomóan napos időre van kilátás. Az északnyugati szél még több helyen élénk lehet. Hűvösebb lesz kicsit a reggel, 8 és 15 fok között alakulhatnak a minimumok. Délután 24 és 30 fok közötti csúcsértékre van kilátás. Pénteken fátyol és gomoly felhők csak időként zavarhatják a napsütést. Számottevő csapadék nem valószínű, nyugaton, északnyugaton a déli esre forduló szelet élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Szombaton egy hideg front hatására több helyen is előfordulhat zápor, zivatar a napos időszakok mellett. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 32 fok között alakulhat.